A fekete szín térhódítása évek óta megjelent az interjőrökben. Az én szívemnek nagyon kedves, ahogy az outfitemben is lehet látni. Azonban, hogy mit gondol elő egy igazi szakértő, Józsi, nagy szeretettel üdvözölek a műsorban. Mennyire befogadóak az emberek a fekete szín láttán? Mennyire tudják egyszerűen elképzelni mondjuk ezt a házuk bármely részében? A fekete szín ugye egy örök klasszikus, ugyanúgy, mint a fehér. Ez mindig is divat lesz. Divat volt, előtte is, utána is. Most nagyon, hogy a fekete szín egy ilyen 3 éve elkezdő a köztudatban megnyilvánulni, és főleg ugye a fürdőszoba trendekhez például nagyon szokták kötni. Feketébe például a zuhanykabinok, maga a zuhanyfej, radiátorok és a kiegészítők, amik most már megjelennek. Rengeteg kiegészítő van. Ez így van, és mind-mind fekete színben. A mostani divat irányzatok, ez a modern, vagy éppen a minimál és a loft stílusú fürdőszoba interjőröket tudjuk berendezni nagyon szépen a fekete színnel. Mennyire egyszerű ezt a színt mondjuk takarítani? Mennyire látszanak meg rajta új lenyomatok, vízkő? Nem tudom, mire kell még gondolni, ritkán takarítom a fürdőszobánkat, megmondom. Hiszem, ezzel én is így vagyok. A fekete szín attól függetlenül egy nagyon kényes dolog, de ugye mivel hogy itt interjőrökről beszélünk, fürdőszobáról, és ugye a víz és pára lecsapódás, ezek megláthatnak ezeken a felületeken, különleges anyagokat használnak még ahhoz is. Ugye szinte egy ilyen matt színű, egy selyemfényű feketével találkozhatunk, ami viszont nem annyira koszolódik, nem fogja úgy az új lenyomatokat, mint ahogy az ember azt elképzeli. Mondhatod, hogy örök klasszikus, de azért a walk-in az nem az. Ő is pár éve jelent meg a köztudatban. Így van, de viszont az a pár év alatt elég sok emberben tudatosult megint csak ez a walk-in-es hangzás. És ez ugye az, hogy egy ilyen szabad bejárás, egy egyszerű a használata. Szeretnék neked mutatni egy olyan WC-t, ami egy újdonság és különlegesség számba megy. Na mi a most, különlegesség? Mi lehet különlegesség mai WC-n? Egy WC-be, itt megint a könnyű tisztántartatóság például. Megjelentek az úgymond rainfree, az öblítő perem nélküli WC-k, ami egy tök jó dolog, ezt itt meg is tudjuk mutatni. Ugye a hagyományos WC-k hogy működtek? A WC-nek volt egy öblítő pereme, amely öblítő perem alól zúdult ugye a vízsugár, leöblítve, amiket le kellett öblíteni. Na most itt a gyártók kitalálták egy síkfalú öblítést, ami azt jelenti, hogy nincs öblítő perem. Ez az egész WC oldalán végig fog folyni az öblítővíz. Ugye egy tökéletes öblítés létezett, tisztánt. Tiszta, és gondolom kevésben maradnak meg rajta a baktériumok. Ez így van, ugyanúgy. Egyes E plusz bevonatok, ez megint csak azt jelenti, hogy a vízkő sem rakódik meg, még csak a felületén sem. Nekünk otthon térben szabadon álló kádunk van, azonban a kivitelezés folyamán számos hiba történt. Mire kell odafigyelni akkor, amikor valaki mondjuk egy hasonló interjőrt képzel el otthona egyik részeként? Hát ugye maga kád elhelyezésénél, hogy ez térben álló kádról beszélünk, eleve a padlózatra fogjuk helyezni a kádat. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát például, amikor a csattelepet nem figurálják hozzá a kádhoz, ami azt jelenti, hogy mi a telepítésére is oda kell figyelni. A térben álló kádhoz egy álló kádtöltő csattelepet szoktunk választani, ami ugye megint csak magához a kádhoz közel tolva, hogy a funkcióját el is lássa. Az akril nagyon jó tulajdonsága, nagyon jó hőtartó képessége. Ó, hát akkor sokáig lehet fürdőzni, sokáig benne lehet maradni, jó kis közérzetben. Na hát mi hasonlót terveztünk, mint ahogy itt látom, azonban nekünk sajnos rá kellett tolni például a falra. Elrontották a vízkiállásunkat, és ráadásul a terünk sem lett végül akkora, amennyi mondjuk indokolta volna, hogy így, ahogy van a szoba közepére lerakjuk. Igen, ezeket a hibákat lehet, hogy el szokták követni. A lényegben, hogy ugye a térben álló kádnak azért kell egy bizonyos közeg, egy bizonyos terület, ugye látványa is hason. És mint ahogy mondtad, hogy tiéteket falra tolták? Falra kellett végül, igen. Attól függetlenül kisebb terekbe is el lehet helyezni a kádat, csak viszont ott megint a takarítása. Nagyon falra tolva például ugye a háziasszonynak lyukakat kell ezt takarítani, ami lehet, hogy nem olyan jó megoldás hosszú távon. Neked, mint például a fali csaptelep is lehetett megoldás, mikor ugye a falhoz megközelítettét, vagyis hozzátoltátok a falhoz a kádat. Ez egy ilyen végső megoldás.